Jó napot, jó estét azoknak, akik a heti jégbüfét nézik. Divat szociológust hívtam ide, nem úgy értem, hogy divatba jött szociológust, hanem Zsolt Péter szociológus, aki egyébként divat szociológiával szerzett tudományos minősítést, és írt egy könyvet, amit nem mondott meg, és én nem tudtam ebből felkészülni, pedig elég inspiratív fejezetcímeket láttam benne, de most kénytelen leszek a fejemből kérdezni majd ennek alapján, hogy nevezetesen a divat szociológia tudományos minősítés, ez az nem egy ilyen megúszós valami? Miért választotta? Hát nincs ilyen doktori iskola, hogy divat szociológia, hanem még mindenféle más van, de az a helyzet, hogy minden nagy szociológus a múltban foglalkozott divattal, és ezt nem nagyon tanítják, tehát hogy nem tudunk róla. Miért van ennek jelentősége? Tehát, hogy mitől kívánatos tudományos célpont a divat? Mert hogy nekem az lenne, azt gondolom lehet érteni, de rendes tudósnak ugye induló férfiak miért foglalkoznak ezzel? Ma már megoszlott a dolog, tehát régen csak ugye férfiak foglalkoztak szociológiával, és mondtam, hogy nagy szociológusok azok Montesquieu-től egészen Hankis Eleméréig külön életük egy részét arra szánták, hogy a divat témájában vagy legalábbis valamit mondjanak róla. Ma már úgy néz ki, hogy így megsokszorozódott a szociológiáknak a kötőjeles ága, és hát viszonylag kevesen foglalkoznak divat szociológiával, akik megfoglalkoznak, azok meg elsősorban nők. Tehát, hogy én ilyen szempontból kivétel vagyok akkor. És miért kezded vele? Azért kezdtem bele, mert a rendszerváltás idején úgy tűnt, hogy a polgárosodás az egy nagy kérdés, hogy végbe megy-e. És én ma már tudjuk, a választ nem ment végbe. Igen, vagy igen? Igen, nem ment végbe, sőt, épp az ellenkezőre ment végbe, és ilyen szempontból a könyvem egy nagy tévedésnek is tekinthető. Ha engem annak idején az mozgatott, hogy megfejtsem, hogy mi lesz a jövő, és hogyan fog polgárosodni Magyarország, és hogy ennek milyen szerepe lesz a divatnak, akkor kiderült, hogy tévedtem, de a tévedés is tanulságos tud lenni. Tehát most a polgárosodás miatt foglalkoztam a divattal. Aha. Mindig a polgárosodáshoz köthető az, hogy a divat egyáltalán homloktérbe kerül? Mert hogy szerintem mindenkinek, aki már három könyvet olvasott életében, megvan az, hogy és akkor, amikor az uralkodó osztályok Selyembe, Bársonyba, Bíborba öltöztették magukat, hogy meghatározott színeket, csak meghatározott rang fölött lehetett viselni, tehát ezek a foltocskák megvannak a mi ismeretrendszerünkben. De az, hogy a társadalomra milyen hatása van a divatnak, vagy hogy kik irányítják a divatot, mindig a valahova hasonlítani kívánás irányítja-e a divatot, az mindig fölfelé szegezett tekintetet jelente, vagy éppen lefelé, hiszen a 20. század közepében, vagy vége felé inkább ott az ilyen utcai gördeszkások és szabtak meg divatirányzatokat, vagy hoztak létre divatirányzatokat, egyáltalán nem feltétlenül fentről nézték a divatot, hanem lentről ment fölfelé. Ezek mind benne vannak a vizsgálódás tárgykörében, és ez magát igen, mind érdekli? Ennek tudományos nyelvezete is van, tehát amikről te beszéltél, azt hívják leszivárgás elméletnek, szétszivárgás elméletnek, klub elméletnek, utcai divatnak, haute couture-nek, a fogyasztói társadalom kialakulásának, aminek az első lépése a francia udvar volt a 18. században. Valóban vannak ilyen kiváltságok, hogy a francia udvarban ki viselhet gombos kabátot, ez öröklődéssel, kihalással tudott terjedni, mert annyira izgalmasnak tartották. És a különböző társadalmi struktúrákban más szerepet játszik a lélektani szempontból a divat. Tehát van, amikor üldözés van, utánzás van, az elit utánzása van, ennek külön elméletei vannak, és van, amikor más funkciói vannak. Például most, hogyha van rajtam egy olyan ruha, amit te nem látsz, akkor lehet, hogy ez márkás, és ettől én most magabiztosabb vagyok. Tehát lehet, hogy a védelmi funkciói is vannak a márkáknak. Úgyhogy szociológusok foglalkoznak márkákkal, meg marketinggel, meg hasonlókkal, meg hogyan lehet eladni, meg reklám. Tehát ezek mind benne vannak a fogyasztói társadalomban, de sokkal érdekesebb, hogyha ezt kultúrtörténeten nézzük végig, az embernek az alapszükségleteit
nézzük végig. Véleményem szerint nagyon sok mindent meg lehet magyarázni azzal, hogy az embernek van egy ilyen státusz szükséglete, és egy divat iránti érdeklődése. Na most álljunk meg, ez a kiinduló pont? A státusz szükséglet? Nem, mondtam, hogy sok minden van. Hát ez egy freudi kiinduló pont lenne, hogy én mindenképpen hatalomra törekednék, és státusz szeretném. Nem feltétlenül hatalomra törekvés. Ki vagyok én a többiekhez képest? Ehhez való segítség a divat, nem? Nem, státusz, vagy a ruházkodás. Státusz velejárója az valószínűleg alapvető dolog. Szerintem az a kérdés, hogy miért vált szörtelenni az ember, tehát miért lettünk csupasz majmok, azt is meg lehet közelíteni státusz kérdéssel. Tehát nyilvánvaló az a férfi, aki el tudott ejteni egy nagyobb állatot, igen, azután azt, ezeket a bőröket magára is vette, mondván, hogy hát én vagyok az, aki ezt el tudta ejteni. Aha. Többiek is elfogadták ezt a fajta tehetséget. Ez hatalmi jelkép, és egyben divat meghatározó. Na most, hogyha valaki fölvesz magára, ez nincs benne ebbe a könyvbe, ezt később kezdtem én etológiai agymenésekbe. Mutatnám azt, hogy kulturális termék megjelenítés, Zsolt Péter divat szociológia című könyve, de még nekem se ad belőle, mert annyira nincs neki már. Hát nekem nincsen, és most ránéztem az internetre, ez szerencsére háromszor annyiba kerül, mint amennyire a könyvkiadó árulta, tehát meg lehet szerezni, de ilyen vaterán meg ilyenjeken. Aha, tehát úgyhogy akkor remélem, hogy még megy följebb az áram. Sőt, hát előbb-utóbb árverezés útján lehet majd hozzájutni. Szóval ősközösségtől kezdve egészen a szexuális evolúciós kiinduló pontokon át. Hogy jön ide a szexuális evolúció? Hát a szexuális evolúció az úgy jön létre, hogy a divatban nagyon nagy szerepe van a szexuális vonzerőnek. Uh-huh. De és nem, attól, hogy valaki elég mindig divatos, attól szexuális vonzereje is fokozódik. Én azt gondoltam, hogy a nemi jelleg átüt a ruhákon, és az összes férfi, aki fiatalabb koromban erről beszélt nekem, az mind arról szólt, hogy a ruhák nem érdeklik őket. Hát nem tudom, hogy ez van-e, nincs így? De ez hülyeség? A fittség az, ami a divatnak egy olyan iránya, amikor meg akarjuk magunkat jeleníteni úgy, hogy erősek vagyunk, kigyúrtak vagyunk, rátermettek vagyunk, egészségesek vagyunk. Ez a szexuális evolúciónak az alapja, mert ez alapján választjuk egymást. És ez nincs mindig benne a divatban, mint húzó erő, mert néha elmegy az abszurditásba. Tehát ez egy a társadalomnak a viselkedése az mindig egy külön, hogy mondjam, külön evolúciós lépcső. Tehát az nem feltétlenül azokat a logikákat alkalmazza, mint a biológiai kérdések, de van, amikor összhangba kerül vele. És mondjuk, amikor egy törzsi társadalmi szokásokat példákat nézzük. Példákat mondjam, mert az elméletekkel a nézők nem kezdenek semmit. Igen, mondjuk egy törzsi társadalmi dolgot nézünk, mondjuk Desmond Morris foglalkozott ezzel, akkor ugye tudjuk, hogy vannak ezek a megnyújtott nyakú nők, akik ilyen sok-sok ilyen gyűrűt raknak a gyerekkoruktól fogva, mert azt tartják szépnek. De ez tulajdonképpen egy divat ott, mert nem igaz, hogy ez fitté teszi az illetőt, ha csak azt nem mondjuk, hogy ha te még így is életbe tudsz maradni, igen, akkor ez a rátermettségednek a bizonyítéka. Tehát a törzsi társadalmak tudnak kétjáró lábú abszurditások lenni, és ugyanígy a szubkultúrák is tudnak azok lenni, de ha megnézed például a fogyasztói társadalomnak a kimenetet lét, akkor egyrészt megszelídíti ezeket az abszurditásokat, másrészt a piacon pedig tényleg csak az érvényesülhet, aki nem megy el ebbe a szélséges irányba, hanem olyan normálisnak tartjuk, de hogy mit tűnik normálisnak, az részben társadalmi, részben pedig valóban az egészséghez köthető valami. Tehát nem hagyja, hogy az abszurditások elterjedjenek. Azért, mert mi tömeghatást akar elérni. Nem azért, mert a fogyasztói társadalomban te a kapitalizmusban eladó és vásárló vagy, és eladó csak úgy tudsz lenni, meg ügynök csak úgy tudsz így lenni. Így értettem, hogy tömegtermelés. Igen, hogy sokat nem, kell eladni. Hogy nem néznek idiótának. Tehát kinyitod az ajtót, bejön a porszívó ügynök, és akkor azt kell látni, hogy ez egy egészséges ember, aki megfelel az evolúciós biológiai elvárásoknak.
És akkor ott megszűnik az, hogy te bármit csinálhatsz, miközben ha elmész este bulizni, és a divat világában akarsz érvényesülni, vagy egy divat bemutatón akarsz részt venni, hát akkor az a művészet és az aberráció között van valahol az a világ. És mégis hogy abból, figyelmet keltsem fel azért a művészet igen, és mégis abból a világból át-át szűrődnek aztán megszelidített dolgok. De most a fogyasztói társadalomról beszéltünk, hogy ott van ez a sajátos jellegzetessége a divatnak. Na most hogyan lehet elképzelni azt, hogy ha leválasztjuk a hatalmi ágaknak, illetve a hatalom gyakorlásának a vágyát és az kifejezést, önkifejezést, hogy én vagyok valaki, ha ezzel nem foglalkozunk egy kicsit, akkor mi az, ami általában meghatározza a divatot, vagy ki az, aki meghatározza? És lehet-e azt mondani, hogy teljesen más történet az, ami a 18. századtól kezdve, vagy a 19-től inkább elkezdődött, mint ami odáig volt? Igen, én megpróbáltam ilyen korszakos bontásokba fölépíteni. Na és hány korszak van? Három nagyobb korszakot különböztettem meg. Az egyikbe az utánzásnak a különböző fajtái vannak. Ekkor egy hierarchikus társadalomban vagyunk, és szeretnénk olyanok lenni, mint a fölöttünk lévők. És hogyha már kicsit gyengül a hatalom, tehát már ilyen nem abszolutista rendszerű a hatalom, akkor valóban megtörténhet az, hogy én hordok olyan hosszú uszájt, mint amit az úrnő, amitől az bepöccen, és akkor vagy tiltani fogja, vagy még hosszabbat fog hordani. És vagy levágja, és rövidebbet, nem? Tehát, hogy valami nem, mást. Eredetileg még rá akarnak tenni egy lapáttal, igen? És akkor így keletkeznek aztán azok a képek, amiket el tudunk képzelni, hogy milyen abszurdak a női hajkoronák. Az óriás 18, parókák. Igen, meg. Gyakorlatilag egy hajó van benne. Nem is tudom, hogy itt van-e a borítom. Most itt hiába keresünk ki, ebben nem tudjuk meg. És tehát ezt üldözéses utánzásnak hívják ezt a dolgot már. Hogy belekergetik azokat, akik az elitet belekergetik abba, hogy tovább lépjenek. Divatot elsősorban képviselik, hogy egyre durvább és durvább, egyre drágább, egyre több anyagot igénylő, egyre több odafigyelést igénylő dologgal. Igen, de van, amikor még ezt tudják tiltani, és tudják szabályozni. Tehát van az a dolog, vagy van az a dolog, amikor azért utánoznak valakit, mert ciki lenne nem utánozni. Sokan nem tudják, de például a kenyérnek az, hogy nem illik harapni az étteremben, hanem törni kéne. Igen. Hát ez onnan van, hogy volt egy uralkodó, aki fogatlan volt, és nem tudta harapni, hanem csak törni tudta a kenyeret. Most, hogyha az asztalnál mindenki látványosan mondta, hogy nekem viszont milyen jó fogam van, akkor ez kiverte volna a biztosítékot. De ugyanígy a csőrőrcipőnek az elterjedése. Csőrös? Csőrös cipő. Tehát az, amelyik így visszapunkorodik? Úgy néz ki, mint egy bohóc cipő. Később az udvari bohócok már ezt elkezdték használni, akkor már viccből, de eredetileg ez még egy divat volt. Annak egy bütykös lábú uralkodó volt az oka, akit hát nem lehetett neki nem egy ilyen hosszabb cipőt adni, és akkor a többiek illedelmesen lemásolták, hogy tulajdonképpen nekünk is ugyanolyan a lábunk. De aztán ebből egy ilyen divat hóbort lett. Volt egy olyan katonai ütközet, ahol azért vesztettek csatát, mert míg a lóról leszállva az iszabban az egyik hadsereg azzal foglalkozott, hogy levágja a cipőjéről azt a hosszú csört, amiben elakadt. Ezt ilyen föl is kötötték, ilyen kunkorodó dolog volt, addig a másik fél meg lekaszabolta. Tehát a divatért néha nagyon komoly árat kell fizetni, az életünket adjuk érte ezekért a hülyeségekért. Erről eszembe jut, hogy az építőtáborban a 70-es években nem volt szabad gyűrűvel felszállni a teherautóra, hogy amikor leszállunk, te tépjük le a kezünket vele. Ez is egy divat alakítási metódus. Szóval mondtam, hogy három ilyen szakasz van, ez az első az utánzás, a második a hasonlás elkülönülés időszaka, amikor a divatban azt fejezzük ki, hogy mi mások vagyunk, mint a többiek. És a vége szerintem a legizgalmasabb és a mi korunknak a lehetősége, 20. század közepétől, az az, hogy a divaton keresztül érvényesülni lehet. Tehát semmi más nem kell csinálnom, tehát lehet, hogy belülről totál üres vagyok, de úgy kezdek el kinézni és úgy viselkedek, mint ami a divat szempontjából elfogadott, talán picit rárakok egy lapáttal, de nem is kell sokat, és akkor azon keresztül hatalomra tudok szert tenni.
Tehát ez a hatalom megszerzése, ez a tulajdonképpen egy nagyon demokratikus dolog, mert mindegy, hogy te milyen családba születsz, meg mindegy, hogy te milyen kultúrába születsz, fogod magad, elmész Amerikába, leveted a gúnyádat, a népviseletedet, átöltözöl ilyen polgári dologba, és előtted a világ. És ez egy ilyen amerikai idol tulajdonképpen azt hirdeti, hogy a test hatol a lélekbe. Tehát, hogy te változtasd meg a külsődet, változtasd meg a viselkedésed, és meglátod, te magad is meg fogsz változni. Hát ez nagyon jól hangzik, de igazából... Ez a polgárosodásnak egy ilyen új megközelítése, egy ilyen fogyasztói kultúrás megközelítése, amit egyébként lehet nem szeretni. Mert ugye pláne mi innen Kelet-Európából, meg az értelmiségi oldalról nézve ezt nagyon furcsán. De ez Amerikában ez egy modus vivendi volt? Abszolút, tehát, hát néztem ilyen sikerkönyveket, hogy mit csinálja az, hogy elolvastam egy csomó ilyet, hogy ja, az önfejlesztő könyvek? Igen. Gyakorlatilag arról szólnak, hogy te a külsőddel hogyan bánjál, meg a viselkedéseddel ahhoz, hogy megváltoztasd belül magad. Na és akkor ezek a könyvek termőre fordulnak, és az emberek elkezdnek azt szerint élni, hogy ezeket a bullshiteket elolvassák, mert nem, hogy ezt nem hiszem. Ez a bullshit. Hát az amerikaiak számára az egyik legsokat olvasottabb könyv a Dale Carnegie-nek a Sikerkalauza. És hát abban például azt mondja, hogy nézd meg, hogyan viselkednek a kutyák, vagy miért lettek olyan sikeresek a kutyák. Mert hazamész, és örülnek neked. Tehát, hogy őszintén is boldogok attól, hogy téged látnak. Hát akkor viselkedj te is így, egyszerűen örüljél a másik embernek. És sikeressé válsz. És mondjuk ez a pasas, ez ügynökként kezdte, nem volt igazán sikeres ügynökként, de utána megfogalmazta, hogy hogyan kell sikeressé válni, és azzal viszont világhírűvé vált, és folyamatosan tréningeket tartott, és nem tudom én, és hirdette az igét. Sikeres ügynökök ezreit képezte ki a maga sikertelen ügynökségének. Azokkal a tapasztalataival, amiket vizionált. És... Valaki így érvényesül, valaki úgy, de meg lehet változtatni egy világot, vagy azt, inkább azt mondanám, hogy ráérzett annak az új világnak a tendenciájára. Tehát ezért mondom, hogy a harmadik szakasz az a hatalom körül forog a divatban. Amennyiben? Hát amennyiben megfogadod a divat tanácsait, annyiban te sikeres, gazdag és befolyásos leszel. De a divatot öltözködésre és viselkedési szokásokra szoktuk érteni. Hát nem, ezzel is kezdem a dolgot, hogy én ahhoz nem értek. Tehát, hogyha a divattervezőkről kezdenél kérdezgetni, akkor megfognál pillanatok alatt. Én divatszociológus vagyok, annak is a szociálpszichológia dolog érdekel. Uh-huh. És hát kultúrtörténetbe el kellett mélyednem, hogyha igazából meg akartam ragadni ezeket a motivációkat, a divatban lévő etikai dolgokat, vagy a divatban lévő szükségleteket, a védelemtől kezdve a sikervágyig. És akkor meg kellett néznem, hogy ezek hogyan működnek a különböző társadalmakban. És hát ugye, mint említettem neked, a polgárosodás víziója volt az, ami izgatott. Szerintem a 90-es évek rendszerváltás idején minden szociológus e körül forgott. De a polgárosodás nem annyit jelent, hogy egyenlő vagyok a másikkal, szabadon dönthetek a dolgaimról, tehát alapvetően ilyen személy meghatározottság, a polgár az nem fél, hogy egy kis bibót Igen. is bekeverjek ide. Tehát mit jelent a polgárosodás? A polgárosodás az tulajdonképpen két dolgot kell, hogy takarjon. Az egyik az, hogy valakinek legyen társadalmi kötelezettségvállalása és tudata, tehát hogy én nem csak magamért dolgozok, hanem a közösségemért is, ezt nevezik ugye citoyennek, és kell lenni egy függetlenségnek, egy anyagi függetlenségnek, és ezt nevezik burzsuának. Tehát a polgár az ebből a két dologból áll. Én nem vagyok zsarolható, mert van annyi pénzem, hogy autonóm legyek, tehát nem tudsz el mit kezdeni, te kedves hatalom. Másrészt pedig én az energiáim egy jelentős részét tudom arra használni. Köznek jót okozza? Igen. És hogy kapcsolódik ez az egész a divathoz? Úgy kapcsolódik, hogy egyrészt minden kapcsolódik a divathoz. Amit akarunk, igen, ezt értem. De úgy kapcsolódik, hogy a történeti szempontból, ha úgy nézzük, hogy milyen értéktartalmak voltak ebbe, akkor eredetileg a protestáns polgárosodó társadalmak
és remélem most nem veszítjük el a nézőket, szerették volna magukat fedhetetlennek föltüntetni. Aztán utána elhitetni a közösséggel, hogy nekik van hivatásuk, és ennek még semmi köze a divathoz, de utána sikeresek is lettek ezzel. Ezt Max Weber nagyszerűen leírja, hogy a protestáns etikának az az alapja, hogy te nem azért dolgozol, hogy több pénzt keressél, de ha több pénzt keresel, akkor rájössz arra, hogy te kiválasztott vagy, tehát tulajdonképpen te egy ilyen vallásos etika alapján teremted meg a polgárságot a viselkedéseddel, és ami visszaigazolt téged, az a siker. Ha nem vagy sikeres, akkor nem voltál kiválasztott, akkor az Istennek nem vagy te kedvező. Akkor ő nem szeret téged. Akinek nincs semmije, az annyit is ér. Hát valóban így gondolták a protestáns etikában, hogy a siker igazolja vissza, és meg is fogalmaztad a kritikáját, mert tulajdonképpen nem lehet mindenki sikeres mindenben, mert egy idő után nem férnek oda a tűzhöz mindannyian. De ezt most hagyjuk, de hát most ezek után, amikor megvan a feltehetetlenség, a hivatás és a siker, utána megjelenik a szexualitás ezekben a társadalmakban, és ezt én nem tudtam ezzel mit kezdeni, mert nem tudtam elképzelni, hogy egy velejéig vallásos, protestáns etikára épülő Egyesült Államok hogy a fenébe engedi be a Barbie babát a gyerekeknek a szobájába, a gyerekszobába. Hát ez egy szexuális nőbaba. Most ment a Barbie film, úgyhogy ennek kapcsán nekem ugye meg kellett néznem a Barbie filmet, mert annak idején nekem ott egy elakadásom volt a Barbie babával kapcsolatban. És kiderült pont az ellenkezője a filmből, nem szexuális tárgy, hanem egy nő mozgalmár. Igen, beszélhetünk a filmből is. De nem, csak hogy hát lehet értelmezni egy nő külsejű babát, hosszú derékkal, nagy mellekkel, hosszú lábakkal, az lehet szexuális tárgyként is, és lehet feminista frontharcosként is. Ez egyszerűen értelmezés kérdése. Lehet, de ettől kérdése. Még ezeket de nem csak ez köszönt be az amerikai polgári demokráciákba, hanem a Playboy nevezetű lap és más ilyen lapok is. Tehát, hogy ezek egymás követő dolgok, és erre azért nehéz gombot varni. Tehát, hogy ezek szervesen hogyan tudnak épülni egymásra. De mi közük a divathoz? Hát szexuális értelmezése... A Barbie babának mi köze van? De Barbie baba... Hát minden, nem, szerintem semmi egyébként. Tehát a női szerepekhez hozzátartozik az, hogy hódítani akarnak, a kislányok majd már tudják, hogy a szerelem egy fontos dolog lesz az életben, és azt csecsemő babával eljátszani sokkal nehezebb, vagy elfantáziálni, mint a Barbie-val. Ettől én ezt nem tartom ilyen szexuális fókusznak, hanem csak azt mondom, hogy a női szerepvállalásnak egy következő fejezete. Szerintem megtaláltad az átkötést, ettől ez még egy szexuális fókusz, hogy mert hát a külseje bizonyítja, hogy ő egy vonzó dolog, de ő tud bánni a szexualitásával, tehát azért van mellette a Ken, hogy mert kínjukba kitalálták, azért van mellette a Ken. Azért van mellette a Ken, mert ez a szexuális vonzerőhöz hozzátartozik az a fajta magabiztosság, aminek van egy átmotiváló képessége, de ez egy ilyen biológiai fogalom, ez azt jelenti, hogy én tudom kezelni a másik nemnek a vonzereit, és én irányítom. Tehát ez, van benne egy kis nagyon hatalom. Nagyon tetszik, ez az átmotiváló képesség, ezt még nem hallottam. Hát, nem is értem. Nem is érted. Pedig egyszerű, tehát amikor a majmok rendkívül agresszíven viselkednek, akkor oda megy az egyik majom a másikhoz, lehetnek ezek különböző neműek is, és elkezdik bolhászni a fejét, és ezzel lenyugtatják az agresszióját. Ez egy átmotiválás. De úgy is át tudják motiválni a hím dühöngő orángutánt, a nőstény majmok, hogy egy kicsit megmutatják a feneküket, és riszálják, és ettől az agresszió megvan. Ez is átmotiválás? Ez ugyanaz, mint a bolhászás. Tehát, és én szégyellem bevallani, de ezt látom a női emancipációnak egyik jeleként, hogy az átmotiválásnak jelennek meg az új technikái, amik divatba ágyazottak, mert a divat engedélyezi. Ez nagyon érdekes, és hogy? Hát a divat úgy engedélyezi, hogy megmutat egy mintát, ami normaként elfogadhatóvé válik, de te lehetsz úgy, és nézhetsz úgy ki, mint a Barbie baba. És ezáltal a hatalom a kezedbe kerül, és ezáltal átmotiválhatsz. A Barbie film az épp arról szól, hogy ezt túlzásba is lehet vinni, és akkor férfiak föllázadhatnak, és tulajdonképpen
az lenne jó, hogy egyikünk se akarna uralkodni a másikon. De a polgárosodásról beszéltünk, és akkor ott tartottam, hogy a feltehetetlenség, hivatás, siker és szexualitás így egymásra épült a fogyasztói társadalmakban, elsősorban Amerikában. És azt gondoltam, hogy a magyar polgárosodás pedig úgy fog történni, hogy átveszünk külsőségeket nyugatról. Ez bejött, nem? Igen, csak az a kérdés mindig, hogy az utánzás az teljes-e, vagy pedig csak részleges. Ez a gyereknevelésnél is ez nagyon lényeges kérdés, hogy a gyerek csak azért csinálja azt, amit én kívánok tőle, azért utánozza le, mert azt én kikényszerítem, vagy pedig az elkezd interiorizálódni, tehát belsővé válik. Tehát azért vezetek úgy, ahogy a Karcsi bácsi, mert én is azt gondolom, hogy meg kell állni a piros lámpánál, vagy azért vezetek úgy, ahogy Karcsi bácsi, mert Karcsi bácsi máskülönben nem ad nekem, vagy is hívják ott, zseppénzt, tehát hogy függök tőle. Szóval a lényeg az, hogy amikor egy viselkedés végrehajtok, utánzok, lemásolok, van olyan szociológus, aki szerint az egész társadalom utánzásokra épül, tehát hogy az alapján működik minden, akkor az magával vonja-e azokat a belső értékeket, amelyeket a másik gyakorol. És hogyha látjuk, hogy a nyugat-európai polgárosodás az magában rejt bizonyos viselkedés szabályokat, értékeket, akkor az a kérdés, hogyha én ennek a felszínét leutánzom, akkor belém is belém költöznek azok az értékek, amik ott megvannak. Tehát, hogy interiorizált. És én azt gondoltam divatszociológusként, meg polgárosodás kutatóként, hogy választ tudok adni arra a kérdésre, amire Max Weber nyitva hagyta. Mert Max Weber azt mondta, hogy nem tudja, hogy ha a vallás kikerül a polgárosodásból, akkor mi költözik be. Olyanokat kérdezett, hogy talán a sportból fognak tisztességesek maradni az emberek. Miért? És akkor én úgy gondoltam, hogy azért, mert a divat megerősíti azt a viselkedést, és a divaton keresztül ez majd bekerül a viselkedés kultúránkban, és azáltal is, amikor a Nyugat-Európa-nak a külsőségét le akarjuk másolni, azáltal lemásolunk majd viselkedés szabályokat is, és a megbízhatóság is divattá válik. És ez Svájcban divattá is vált. Mire gondolsz? Hát arra, hogy ott általában a megállapodások azok komolyan vannak véve, a hivalkodás az nem nagyon van, tehát hogy nem jellemző, hogyha meglátsz valakit, hogy meg tudod tippelni, hogy melyik társadalmi rétegnek a tagja. Ilyenekből gondolom. Igen, hát nekünk ez valószínűleg felszínesebben indult el, és akkor kiszúrtam magamnak néhány olyan embert, akinek számomra úgy tűnt, hogy ennek a reprezentása értelmiségből menedzserré váló embereket, akik elkezdtek csokornyakendőt hordani egyik napról a másikra. 90-ben, igen. Egyik napról a másikra. A rózsaszín zakójukhoz. Igen, tehát ez a menedzserség, és nem van, aki a... Nálunk a tahóság váltott rögtön közvetlenül menedzserré a 90-es évek elején. De nem csak tahók voltak benne közöttük, hanem magasan kvalifikált értelmiségiek is. Azok nem vettek csokornyakendőt rózsaszín zakóhoz. Sajnos én már akkor is felnőtt voltam. Nem fogok neveket mondani, jó? Pedig úgy lenne igazán, jó? Mert ezek az emberek ma is élnek. De szóval részben, vagy hát műsoron kívül lehet, hogy említek. Szóval ezeket az embereket elkezdtem figyelni, és valóban a tahóságtól kezdve szerintem a magasan kvalifikáltig mindenki megpróbálkozott, annyira vonzó volt. És egyébként azoknak sokkal könnyebben ment ez a menedzser bevállalás, akik jó nyelvtudással rendelkeztek, akiknek voltak nyugati kapcsolatai. De hát azoknak már benyomásaik is voltak, tehát az egy másik kategória. Azok nem maguktól rakták össze annak az árnyképét, aki itt Magyarországon a sikerember a 90-es években, hanem látták, hogy egyébként azok, akikre hasonlítani szeretnének tőlünk nyugatra, hogy azok hogy néznek ki, mit használnak, milyen márkákat vonultatnak föl, hogy viselkednek, azt kevésbé figyelték meg, de hogy azért azoknak volt nyugati mintájuk. Volt. És ők voltak, és ez számomra ez egy hát nem azt mondom, hogy szimpatikus, hanem azt mondanám inkább szociológusként, ilyen értékmentesként, hogy számomra ez reményteli volt. Tehát, hogy ők átadják, ezáltal elterjesztik a
elneveztem őket ilyen playboy polgároknak, az értékeket, és a megbízhatóság is együtt jár, és a tisztességesség is együtt jár, bár ebben van egy kapitalizmusban való hit. Tehát egy olyan hit, hogy mérettessenek meg, legyen versengés, és benne vannak az ügyeskedések is, amik egy kapitalizmusban benne vannak. És tulajdonképpen, mivel nem volt Magyarországon se burzsvá, se citoyen, vagyis hát a citoyenek ezek az értelmiség előtt két útál típusú emberek voltak, mondhatni, de hogy ilyen nyugati polgári, vagy ilyen svájci értelemben, ahogy te ezt említetted, úgy viszonylag kevesen voltak, de úgy tűnt, hogy ez a dolog elkezd egymásra hatni, tehát ezek a menedzserek tényleg elkezdenek meggazdagodni, tehát lesz egy anyagi biztonságuk, és mintha a dolog elindulna fordítva, tehát a külsőség, amiről az előbb a szexualitás kapcsán beszéltünk, ez meghoz bizonyos sikert, a siker meghoz bizonyos hivatást, a hivatás meghoz bizonyos fedhetetlenséget. És úgy tűnt, hogy ami Nyugat-Európában belülről végre ment kifelé, és a fogyasztói társadalomnak a szekerét működteti, mert érték nélkül nem működne, úgy ez nálunk esetleg megindul visszafelé. És hogy ezek a... Tehát a fogyasztásból visszafelé, a siker termeléséből visszafelé kialakul egy természetesebb attitűd, egy egyszerűbb megnyilvánulásforma, öltözködésben, nem tudom micsoda. Tehát kialakul az érték a sikerből? A valóságos érték? Vagy a szociológiai értelembe vett érték? Ha valakiről azt gondolom, hogy azért van három luxus autója, mert ő sikeres, akkor esetleg nem gondolom azt, hogy ki akar engem fosztani, hogy erre szüksége van, tehát hogyha nekem ajánl valamit, akkor én azt elhiszem neki. És elképzelhető, hogy ez az illető maga is fejlődik, és rájön, hogy nincs szüksége erre. És tényleg nem foszt ki már senkit, mert tényleg, már nincs de ez már egy következő lépés, tehát először a sikerességét reprezentálni fogja. De ez még nem... És aztán a következő generáció, amit már ő nevel föl, az ő gyereke, ő neki már nem lesz három luxusautója, mert tudja, hogy neki egy is elég, vagy nem tudom, nem érdekli, mert lehetne. Tehát, hogy kialakul egy kevésbé viszonyogtató modus vivendi. Igen, de nem ez alakult ki, de minden esetre ebbe lehetett reménykedni, vagy hipotézisként megfogalmazni, illetve meg lehetett nézni, hogy azok a vállalkozók, Hankis Elemérhez jártam egyébként akkor, diákként, és a rendszerváltásnak a mindennapjait teszteltük, és azon a kurzuson ő a vállalkozóknak, az új vállalkozóknak a világját elemeztük, és akkor érdemes volt megnézni, hogy ők hová iratják a gyerekeiket, honnan jöttek, hogyan történik az átmentése a tőkének. Hát kutatás. Tulajdonképpen ezeket a variációkat tapasztaltuk, hogy a másodgenerációs társaság, az ha alulról jöttek és úgy gazdagodott meg ez a playboy polgár réteg, akkor már legjobb iskolákba járt, ha pedig eleve az elithez tartozott, és mondjuk megszerzett tömegkulturális lehetőséget, és elkezdte árulni a tömegkultúrának a termékeit, akkor bizony csak már a harmadik generációnak nem engedte, hogy ezt fogyassza, de ebből élt. Tehát, hogy olyan dolgok történtek pont, amit már Marx annak idején megfogalmazott, és vagy a frankfurti iskolában megfogalmaztak, tehát, hogy egy kultúripar alakul ki, amiben én nem fogyasztom azt, amit előállítok, de te vedd meg. És ebből, tehát, hogy így inkább így van, hiszen az életmódnak most minden ilyen nagyobb kultusza van, mármint a helyes életmódnak, és hogy mit eszel meg, és mit veszel föl, milyen anyagból készült holmikat veszel a testedre, mit vagy hajlandó a beleidnek beküldeni ételeket, ezeknek most szintén nagy divatjuk van. Igen, ez a jóléti társadalom következménye, hogy megengedhetjük magunknak, hogy erre egyre több, egyre jobban fókuszáljunk. Közben gyakorlatilag az összes
10 és 40 év közöttének a bőre halálra van tetoválva. Hát ez is nagyon megdöbbentő volt a számomra mindig, hogy miért. És miért? Mi a megfejtés? Nem, a divat nem szereti a végérvényes dolgokat. Tehát, hogyha az... Ez meg az. Igen. Tehát az szereti, hogy valami lemosható, és nem tudom, az indiaiaknak most nem igen, teszem, hogy hogy érteném, hogyha henna divat lenne a igen, világban. Ezen gondolom. Tehát, hogy esküvő, igen, tehát ez abszolút érthető volna, mert szereti a változékonyságot, a divat hűtlen. A divat az hűtlen. Aha, jó, a divat hűtlen, ez jó tézis. De ez meg kiderült, hogy nem hűtlen, mert mindenki ki van tetoválva. Most átnéztem a könyvemet, belelapoztam, nagyon szépen tördelték azok, akik csinálták, tényleg nagyon hálás vagyok a szerkesztőknek ilyen szempontból, a legszebben kiállított könyv, jó, áttekinthető, és de van benne egy nyomdahiba, ami hát mindig nagyon bosszantott. És most megnéztem, és úgy tűnt, hogy abba az irányba ment a világ, amiben az a nyomdahiba történt. Szóval hogy? Ritkán szokott előfordulni egy ilyesmi. Van benne egy rajz, ami azt mutatja, vagyis én azt szerettem volna azzal ábrázolni, hogy a Playboy polgár Paul hát szitójen lesz, és a szitójen is meggazdagszik, és hogy ez ilyen körkörös módon egymást erősítő folyamat lesz. És ezt az ábrát elrontották. És mellette van egy másik ábra, ami szintén jól mutatja, hogy szerintem a nyugat-európai társadalom úgy néz ki, hogy ez nem külön emberekben van ez a három tulajdonság, hanem egy polgárban benne van mind a három. Tehát meg tud jelenni, tud viselkedni, tudja, hogy mik a szokások, ugyanakkor van pénze, és van társadalmi kötelezettségvállalása, akár nem is egy, hanem több civil társadalomban is tevékenykedik. Tehát, hogy a nyugaton úgy történik, hogy ez az ember egy emberen belül van már minden. Nálunk meg ez még szét van szakadva, de nem baj, mert ezek elkezdenek egymásra hatni. És a nyomdahiba meg úgy néz ki, hogy nem azt mondja, hogy ezek körkörök se hatnak egymásra, hanem azt mondja, ami valójában történt, hogy a Playboy polgár egyik ága elment a citoyen felé, a másik ága pedig elment a burzsvá felé, és tulajdonképpen ezek veszekednek már egymással. És a burzsván kit értünk? A burzsván azt értjük, aki már azt mondja, hogy annyit érsz, amennyit van. Egyébként meg rohadjál meg. Tehát benne még a társadalmi felelősségvállalás nem fejlődött ki. Hát nagyon finoman tetszett fogalmazni. És nincs fogalma se, mármint, hogy nem is e felé tart az ő mozgása a társadalomban. Nem e felé tart, és a minta is, amit mutat, az is primitív, és hát az is, akik követik, azoknak az a baja, akik meg nem követik, azok meg az a bajuk. Tehát, hogy mindenképpen egy negatív tendencia. A másik oldalon meg elmentek ezek a playboyok, ma 80 évesek ezek a playboyok, elmentek a szitujenség felé, visszatértek egyébként az értelmiségi hagyományaikhoz, a családi gyökereikhez, mit tudom én, rájöttek, hogy ez az egész, beleszerettünk a kapitalizmusba, és úgy tettünk, mintha ez fogja meghozni az új korszakot, ez nem történt meg, és ez a visszahúzódás nem csak a koruknak köszönhető, hanem valamiféle érettségnek is. Na jó, azt szeretném futólag megemlíteni, hogy volt itt egy periódus, mielőtt a playboyok kifejlődtek volna Magyarországon, tehát a 90-es évek előtt, egy 40-50 év majdnem, amelyik arról szólt, hogy egyforma ruhákat viselnek az emberek, hogy mindenkinek van valamennyie, amitől nem... Ballonkabátja. Igen. Nem, Loden volt egyébként az a ballonkabát, Loden, az igen, volt Loden. Az első fázis, de hogy ne legyen szignifikáns kilógás se föl, se le, ez volt az ambíciója a szocializmusnak. Hogy mindenkinek legyen meg az alapszintje, amiben boldog tud lenni. És aztán ez ágazott-e. Nem lehet az, hogy egyébként a nálunk 90-es években elszabaduló specialitás, hogy nem igazán polgári attitűddel kezdtek el terjeszkedni a kapitalizmusban az emberek, vagy nem arra felé fejlődtek. Az azért van, mert szembe megy azzal az egalizációval, azzal az egyformáság kényszerrel, amit a szocializmus, azért 30-40 év az mégiscsak meghatározó mennyiség egy emberöltő, ugye? Az körülbelül egy társadalom életében. Tehát, hogyha addig gyakoroltatják vele azt, hogy ne tűnj ki, ne legyen neked sok, ne fogyasszál, mert nem volt mit,
És az nagyon fokozatosan alakul ki az utolsó 10 évben a változás előtt, hogy fogyasztásra már korlátlan lehetőség van, sőt egyre felértékelődik. Ezek mind hatnak egy társadalomra, nem? Hihetetlen kiéhezettek voltunk a 70-es években, nekem arról már azért vannak emlékeim, mert hát gyűjtöttük a különböző márkás szappanokat, használtuk arra, hogy amire a funkciója van, szekrény illatosításra a szekrény tetejére, vagy a különböző fém dobozokat, üdítős dobozokat, ezek mind státuszszimbólumként nyugatról kerültek hozzá, és az a nyugati demokrácia, ami már akkor is hanyatlott, mint tudjuk, azt úgy tekintettünk, mint valami nagyon vonzó világot, aminek bizonyos termékeit, ha megszereztük, akkor úgy éreztük, hogy kicsit beleszagoltunk abba. Tehát volt egy kiéhezettség. Annak ellenére... Mert el voltunk zárva. Meg egyébként, ha nem lettünk volna elzárva, sem lett volna nemzeti jövedelem arra, hogy ilyesmikből jól, alaposan jól lakhasson a magyar ember. Színes, szagos, sikerorientált, boldogságot tükröző és életörömet tükröző világ volt ott. Ezzel szemben a szocializmus görcsölt a nehéziparon. A nehéziparral, igen, erőltette a dolgokat. És hát megjelent ez a... szép lassan az a fajta szolgáltatás, ami aztán el tudta látni az embereknek a szükségleteit, és ennek vannak értékei egyébként, és így jelentek meg ezek a kabátok. De megjelent az 50-es években a traktoros nő képe, próbálták divattá tenni. Tehát amikor a központi hatalom próbálták... Nem divattá tette, elfogadottá próbálta tenni. Igen, hát az emberellenes. Szoktam képként mutatni, hogy nézett ki a szocialista, stahanovista traktoros nő, és hogy nézett ki, mutatok egy képet, amikor egy amerikai lány ül egy traktoron. Uh-huh. Igen, és annak rúzsozva van a szája, és tehát, fújja a szél a szőke haját a magyar traktorosnak, kendőbe van, és rákapaszkodik. Igen, tehát az egyik a divat oldaláról közelíti, a másik pedig valami ideológia oldaláról közelíti ugyanezt a jelenséget. Tehát a farmer lányt az divatossá lehetett tenni Hollywoodba, a stahanovista traktoros nőt pedig nem. A szocializmus divatjában egy szolgáltatás az, ami nem divat, de megpróbálja az emberek igényeit kielégíteni. Jön például a gelka, vagy a patyolat, amelyik gondoskodik rólunk, és elvégzi a műszaki cikkeinknek a javítását. Tehát ezek mögött mind van egy szolgáltatás. Egészen abszurdak a reklámok. Bár arról már olvastam egy elemzést, hogy nem is volt olyan reklám, hogy cipőt a cipőboltból, de hasonlóak azért biztos voltak. Tehát, hogy nincsen választék, és miközben az emberek őrülten vágynak arra a nyugati csillogásra, és amikor megtörténik a rendszerváltás, akkor tényleg ezen a felszínen keresztül el lehet érni az embereket, és akik ezt erre rácuppannak, azok meg is gazdagodnak. Tehát tulajdonképpen nem kell semmi más, csak olcsón beszerezni azokat az anyagokat, amik valamikor bélésként használtak, mondjuk egy öltönybe, de most abból ruhát csinálunk. És akinek van kapcsolati tőkéje, mert nem tudom, visszatérve a Hankis Elemérnél tanult átalakulási dolgokra, tehát akinek van kapcsolati tőkéje, mert valamelyik rokona valamelyik gyárban dolgozik, és van egy vállalkozó vénája, az megszerzi olcsón a május egy ruhagyárból a béléseket, máshonnan szerez ilyen csatokat, meg nem tudom csodákat, azokat rányomja, varrónőket mindenütt lehet szerezni, és ezeket tömegmennyiségbe eladja. Ötszörös az emberek veszik mind a cukrot, mert van rajta néhány csat, meg szegecs. És így keletkezik a divat, amiben hasonlítunk nyugatra? Hát így keletkeznek a magyar tőkések, meg a magyar menedzserek. Ja, hogy a butikosok keletkeznek így, kihasználják a divatigényét az embereknek. Igen, na mondjuk az embereknek divatigényük korábban is volt. Tehát, hogyha Tudták kielégíteni. Nem tudták kielégíteni, illetve a kis a szabályrendszer, ami meghatározta a létezésünket, abban később lettek ilyen kis résecskék, amin keresztül lehetett kisiparosnak lenni, kiskereskedőnek lenni, és akkor így keletkeztek azok a pénzek, amikből aztán később lettek a tőkések. Vagy lettek egyszerűen csak azok a maszekok a szocializmusban, akik a rózsadomnak a
első rétegét ottan beépítették a 60-as években. Eredeti tőkefelhalmozás, ugye, ez így... De akkor nem tudtak hatalomra konvertálódni ezek a tőkék. Tehát, hogy nem, itt az föl sem merült, sőt, pont áthatolhatatlan különbség volt azok között, akik vagyonra tettek szert akkor, és a politikai igen, rendszer. Inkább itt az a hasonlás, elkülönülés az, amit meghatározza ennek a lélektanát. Nem állítom azt, hogy ma nincsen a divatnak hasonlás, elkülönülés, illetve utánzás aspektusa, hanem azt mondom, hogy most már megvan a lehetőség a hatalom elérésére is. Ezt némileg kell árnyalnom azzal, hogyha a magyar valóságot ma nézem, mert ugye ez a fajta kapitalista étosz, ami beszivárgott nyugatról, ez mondjuk lehet, hogy igaz lett Olaszországra, de Magyarországon sokkal fontosabb az, hogy kihez milyen közel állsz, aki már eleve a hatalom birtokosa, és ez azt mutatja, hogy ez a fajta körkörös polgárosodási naivitás, amit úgy el lehetett képzelni a 90-es években, hogy akár a divat is mozgatni fogja, ez hambába volt. Ezzel a vidám végszóval búcsúzunk, és köszönöm szépen Zsolt Péternek, hogy beavatott minket a divatnak egy, hogy mondjam csak, kicsit tudományosabb oldalába, mint amennyire eredetileg számítottunk rá. Köszönöm szépen, hogy itt volt, önöknek a figyelmet köszönjük, és heti jégbüfé lesz a jövő héten, és nézzenek minket akkor is. Viszontlátásra! Annyira örülök, hogy megnéztétek a videót, vagy hogy megnézték a videót, hogy azt kérem, hogy ha már, akkor ha nem túlzás, akkor iratkozzanak is fel, vagy iratkozzatok is fel, az szerint, hogy ismertek, kedveltek, vagy kíváncsiak vagytok-e rá, hogy mit következik a jövő héten.